A traktorosok mindig is kivételezett státuszú tagjai voltak az agrárközösségeknek. Ma nagy a respektje a traktoros ügyességi versenyeknek. Idén is sok versenyzőnk van, 16 versenyző jelentkezett, és természetesen vannak olyan versenyzőink, akik több kategóriában is indulnak. Általában Kunhegyesről, Abátszalókról, illetve Karcagról érkeztek a versenyzőink. Akik igazán gyakorlottak, holott külön nem is készülnek a karcagihoz hasonló ügyességi versenyekre. Dolgozunk a traktorral, és akkor hát az a gyakorlás. Hát most senki nem fog magának a udvarában egy ilyen pályát összerakni. Fölösleges is volna, hiszen egy jó traktorosnak több száz hektárnyi gyakorló pálya van egész évben. Ezt a szakmát, ezt a hivatást nem lehet másképp csak szenvedéllyel végezni. Aki tudja, hogy január 1-től december 31-ig bármelyik nap a traktorra kellhet ülni, akár ünnepnap, akár hősébbe, akár téli minuszokba, fagyba, akár karácsonykor, akár ha jószágot gondozunk, akkor a jószágnak is enni kell adni az év minden napján, meg inni kell adni. A traktorok a II. Világháború után váltak általánossá a magyar mezőgazdaságban. A gépiesítés előtt viszont a lovas kocsis legények ugyanúgy tették próbára egymást, mint manapság a traktorosok. A ló kevesebb van, a gépek világa az megérkezett a mezőgazdaság mindennapjaiba is. A precíziós gépek, a nagyértékű traktorok, kombájnok itt vannak a határban, és most egy csipetnyi hangulatot behozunk ide a városba ezzel a programmal, a traktoros ügyességi versenye. Amely már a 9. Karcagon. Ezek a gépek egyre komolyabbak, egyre nagyobb műszaki felszereltséggel rendelkeznek. Egy dolgot nem tudnak azonban önmagukat vezetni. Még ehhez mindenképpen szükség van olyan szakemberekre, traktorosokra, akik ezeket a gépeket beprogramozzák, irányítják, és aztán a megfelelő eszközökkel ellátva a mezőgazdasági termelésben részt vesznek. Az idei versenyre kiépített akadálypálya nem csak a traktorvezetői képességekre volt kíváncsi, hanem a járművek gyorsaságára is. Így a hagyományos kéziváltós traktorok némi hátrányban voltak a modern, automata váltós gépekkel szemben. A régi, hagyományos traktorokat is ugyanúgy vezetik, ugyanolyan élvezettel, és a legmodernebbeket is, ami már igazából egy iroda, egy számítógép, és mint néhány egyszerűbb repülőgépen annyi műszer, annyi visszajelző van rajta, komoly tudást igényel, nem csak a vezetés, nem csak a manuális vezetés, hanem ezeknek a programozása és ezeknek a karbantartása is. Az informatikai robbanás előtti időkből származó traktorok lehet, hogy nehezebbek, lehet, hogy hangosabbak, lehet, hogy másféle tudás kell hozzájuk, de kétségtelen, hogy bennük van az anyag, és éppen ez a fajta lomhaság, setes utaság, de fát tövestől kitépni képes erő teszi őket mégis legendássá szerethetővé, és a matuzsálemek éppen élemedett korukkal járulnak hozzá az ilyen traktoros ügyességi versenyek népszerűségéhez. Szokott lenni másféle is, így van, de még nem járunk csak ide, de hát egy élmény, egy kis kikapcsolódás, egyrészt a traktorosok, ilyenkor találkozunk, kicsit több idő van beszélgetni, egy kis kikapcsolódás. Külön díjba részesült a felejthetetlen zenei élményért Kolozsvári Milán, a legfiatalabb versenyző Németh Zoltán, a legtapasztaltabb versenyző Kis Sándor, valamint a legnyugodtabb pilóta Kósa Csongor. A 120 lóerő alatti nem irányváltós kategóriában az első helyezett Sebők Lajos, a második helyezett Molnár Szabolcs lett. A 120 lóerő alatti irányváltós kategóriában az első helyen Somogyi Tibor, a második helyen Szabó Bence, a harmadik helyen Berényi Gergő végzett. A 120 lóerő feletti kategóriában az első helyezett Somogyi Tibor, a második helyezett Berényi Gergő, a harmadik helyezett Németh Zoltán lett.